15. Szent László néptánctábor, amit tartunk idén most második ízben Dabason, szerencsére, és nagyon szépen köszönjük a nagy-nagy szívet és lelkesedést és támogatást, akár a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumtól, ami ugye helyet ad neki, illetve az önkormányzatnak is köszönjük, hiszen ők is nagyon-nagyon sokat segítenek, hogy ez a tábor létrejöjjön. Úgyhogy ennek a záró gála műsora fog most megtörténni. Hétfő óta dolgozunk azért, hogy ez a 17 órai műsor, most 17 órakor kezdődő műsor rendben menjen. Eredetileg mi zoboralját szerettük volna egy kicsit felkarolni, az ottani magyarokat szerettük volna, ha eléri őket is a magyar kultúra újra, ismét, vagy megerősítjük azt, ami nekik van, és oda jártunk eleinte. Ott volt 6 tábor, és aztán utána áttettük Budapestre a székhelyünket, és akkor növekedett szépen a tábor létszáma, és most az elmúlt időszakban tartunk ott, hogy most már 130-an vannak a táborozók, a kísérőkkel együtt, több mint 90 gyermek érkezett, a Kárpát-medence minden szegletéből tényleg, tehát kelet és nyugat felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, Horvátországból és Muravidékről, vagyis Szlovéniából is vannak itt táborozók. 12 és 18 év közötti fiatalokat szólít meg a Szent László néptánctábor. A 90 résztvevő a gimnáziumban élte mindennapjait a tábor ideje alatt. A napi 6-8 órát táncolunk, sokat éneklünk, én most ennek megfelelően be is vagyok már rekedve, mert a 6. napja gyűrjük ezeket a hosszú-hosszú órákat, és nagyon fárasztó is persze azért nekik, de azért csillog a szemük, és most azt hiszem, majd lehet látni, hogy nagyon örülnek ennek az egésznek, ami történt és történik velük. Milyen a visszhangja, vannak-e olyanok, akik már a 10-valahányadik éve járnak vissza? Hát van olyan, igen, aki már 10-szer is volt. Persze itt ugye, amikor már megnőnek, és mondjuk elkezd valaki járni 12 évesen, és mondjuk 18 éves elmúlik, van olyan, aki visszajött kísérőnek, vagy visszajött segíteni a tábor szervezését, de a lényeg, hogy nagyon sokan visszatérőek, úgyhogy hát felsorolni is nehéz. Nagyon sokan, körülbelül a tábor legalább a fele az visszatérő vendégünk, és sokat szóra is jönnek, és szeretnek szerencsére minket is, meg mi is őket. Folyamatosan pályázatokat keresnek a szervezők határon innen és túl, hogy minél jobb körülményeket tudjanak teremteni a táborozóknak. 3 csoportba osztjuk ezt a 90 gyermeket, és 30 fős csoportról van szó. Lesz egy moldvai műsorunk, egy moldvai táncokat bemutató csoportunk, ők a legkisebbek, a középsősök, ha lehet ilyet mondani, ők széki táncokat fognak táncolni Erdélyből, és a 3. csoport pedig a mezőségi magyar palackai táncokat fogja bemutatni. Kikből áll a zenekar? Hát több zenekarunk is van, ugye 3 zenekarral dolgozunk egyszerre, minden csoport élőzenére tartja a próbákat, illetve élőzenére tartjuk a próbákat, és aztán hát a zenekarok azok több felállásban is érkeznek, úgyhogy most ők mindig nem állandó, de nagyon gyakorlat és profi zenészekről van szó, mindenki pontosan tudja a dolgát.